A humán szolgáltatások fejlesztése a Tokaj-Sárospatak térségben elnyert pályázatnak köszönhetően ismét sportprogramot szerveztek a községben és a környező településen élőknek Bodrogkeresztúrban. A település vezetése nagy hangsúlyt fektet a különböző mozgásformák népszerűsítésére, hiszen az egészség megőrzéshez ez is hozzátartozik. Borbély Patrik a Bodrogkeresztúrért Sportegyesület titkára, Rozgonyi István polgármester ötlete alapján szervezte meg a novemberi sportnapot a községben. Második alkalommal rendezünk sportnapokat a Bodrogkeresztúr keretein belül. Idén is az volt a célunk, hogy a második alkalommal ugye rendezünk, most is az volt a célunk, hogy a lehető legtöbb gyereket mozgassuk meg, illetve a legtöbb résztvevője legyen a sportnapunknak. Ennél a sportnapnál azt jelöltük ki, hogy Ninja Warrior pályán fognak végigmenni a gyerekek, versenyszerűen teszik mindezt. Alapvetően tudni lehet, hogy december hónapban itt a testnevelő kollégákkal felszoktuk építeni ezt a pályát a gyerekeknek. Rozgonyi István polgármester úr ötletére pedig megrendeztük ezt a versenyt, itt a sportnap keretein belül, ajándékokkal, díjazásokkal egybekötve. 500 fő részvételére számítunk a sportnapon. Ugye alapvetően tudni érdemes, hogy rendelkezünk egy tekbol szakosztállyal, itt tekbol versenyt is rendeztünk, illetve ezt kiegészítettük a sportnapokat még asztaltenisz bajnoksággal, illetve crossfit és aerobik bemutatót is tartalmaz majd a sportnap. Így nagyjából azt lehet elmondani, hogy az általános iskolások mellett felnőttek is részt vesznek a rendezvényen. Tervezzük természetesen a további sportnapok megrendezését is, hiszen meg tudjuk mozgatni a lakosságot, versenyt biztosítunk a gyerekek számára, mindezt pályázatokon keresztül valósul meg, ez egy FOB-os pályázaton belül valósult meg konkrétan. Ezen a napon minden a sportolásról és az ügyességi feladatok teljesítéséről szólt Bodrogkeresztúrban. A mozgásformák népszerűsítése mellett ezek a programok segítik az egy közösséghez tartozás erősítését, és a vidám hangulat is garantált volt a település tornatermében.